Na hát szavaztok, srácok! Az előző videóban már beszéltem erről, de az elmúlt néhány hónapban nem igazán tudtam mozogni, ugyanis hát uh, itt áttállás volt a Magyarországról Ausztriára költözés, stb. szóval nem nagyon volt idő. És hát nagyjából egy 6-8 kilót biztosan felszedtem, vagy átalakult az izom valahogy zsírrá, vagy helyettesítődött, de az a helyzet, hogy tök azt érzem magamon, hogy hát kicsit elhisztem. Szóval ennek érdekében úgy döntöttem, hogy elkezdünk egy ilyen minimális, edzéses, fogyásos, normális étkezéses dolgot, Vessük bele magunkat, hogy miket tettem ennek érdekében. Első és a legfontosabb, hogy eléggé megváltoztattam az étkezési szokásaimat. Elkezdtem reggelizni, amit eddig sosem csináltam, mert semennyire nem vagyok éhes reggel. Viszont, viszont, basszus annyira fontos. Most az elmúlt néhány napban Magyarországon voltunk, strand, stb. És hát az a helyzet, hogy ott jött az elhatározás, hogy na jó, valamit kezdjünk, mert leveszem a pólómat a strandon, és kicsit kellemetlenül érzem magam. És ugye úgy érzed, hogy nyaralsz, fú, de jó, nem tudsz nyilván főzni, meg ilyesmi. Szóval nagyon egyszerűen nem mondjuk rendelni hamburgert, és csak ilyesmi kajákat enni, de Hála Isten, nem így lett. Mivel együttműködésem is van velük, mondhatom, szóval fúdórán kezdtem el keresgélni olyan fajta éttermeket, ahol hát nem feltétlen csak gyors kaját lehet kapni, illetve ö, pizzát, hanem akartam normális ö, ebédeket, Na most hozzátenném, hogy nem leszek az egészség szűzmáriája, mert azért ezek sem olyan ételek, hogy aztán fú, egészséges leszel tőle, viszont én szeretek enni, és abszolút nem szeretném azt, hogy rizs tegyek csak és kizárólag csirkével, és akkor jó világ lesz, mert tényleg baromira szeretek enni. Úgyhogy amiket főként keresgettem és találtam is, az ilyen oké okay volt rizs, de rántott sajtal, gyrosz és sima krumplő, nem kellett itt nekem aztán elmennem salátás irányba, meg ilyesmi. Aztán voltak tészták, ami persze mondhatni, hogy nem egészséges, mert attól hízol, de egy pizzához képest nézzétek ezt, vagy egy hamburgerhez képest. A második fontos dolog, amit kell tenni a fogyás érdekében, az nem más természetesen, mint a mozgás. Megpróbáltam naponta egy órát rászánni az edzésre, mozgásra, nem tűnik ez olyan nagyon soknak, viszont ilyen nagyon melegben, hát azért ember legyen a talpán, aki csak így rá tudja magát venni. És mivel nagyon meleg volt otthon is, ezért sokkal intenzívebbnek érezted azt az egy órát nagyjából, mert ömlött rólad a víz, és és úgy érezted, hogy mint mintha már 5 órája edzenél, pedig szó sem volt erről. Viszont ugye ezt az edzést valahogy bele kellett építeni a mindennapjaimba, és ehhez jön a harmadik dolog, amit tettem ennek érdekében, az a reggeli rutin megváltoztatása. Otthon is, és itt is úgy indult a napom minden egyes reggel, hogy olyan 6-7-8 óra környékén megébredtem, és hát nyilvánvalóan abban a pillanatban hozzányúltam a telefonomhoz, és még, hát szinte a szemem se volt nyitva, vadul elkezdtem görgetni az Instagramot, euh, shorts videókat, minden hírt, és hát nem, nem egyszer-kétszer történt az meg, hogy egy ilyen jó fél-egy órán keresztül az ágyban fekve, tulajdonképpen teleraktam az agyam már kora reggel ilyen kihívásokkal, meg, meg mit tudom én, miket lehet nézni még az Instagramon, értitek? Ilyen hülyeségekkel. És elkezdtem most már azt csinálni, hogy amint megébredek, nem nyúlok a telefonomhoz, maximum addig, hogy kikapcsoljam az ébresztőt, és mindezek után kipattanok az ágyból, mert ugye mi van? Nem tudsz semmit nyomogatni, hát akkor mit fekszel ott? Kipattanok az ágyból, elmegyek a hűtőhöz, és veszek ki egy... Hát a vizet kiszedem, és egy pohár vizet öntök. Én mindig ezzel kezdem most már a napot. Uh, igazából ez már régóta tart, viszont így, Hát felkelés után egyből ez történik, nem rá 45 percre, és mindezek után, ha már ott vagyok, akkor általában felszoktam rakni a TRX kötelet, és akkor elkezdek egy ilyen jó 20 percet edzegetni, de nem kell itt ilyen hatalmas dolgokra gondolni. Kezdődik az egész egy kis nyújtással, kicsit átmozgatom a testemet, és akkor, és akkor egy kicsit karedzés, melledzés, és akkor ezt variálom. Otthon pedig azt csináltam, hogy kinyitottam az ajtót, aztán elkezdtem lépcsőzni, ugyanis ott az volt a legjobb megoldás, és akkor lelépcsőztem a földszintre, vissza a negyedikre. És ezt megcsináltam kétszer, és így éreztem magam. Aztán most már egy ilyen TRX-ezés után azt csinálom, hogy a géphez ülök, és akkor átnézem a reggeli e-maileket, válaszolgatok kommentekre, stb. És mellé egy pohár vizet megint csak megiszok, tehát úgy néz ki a helyzet, hogy reggel 9 minimum 2 nagy pohár vizet megiszok, és csak ezután jöhet a kávé. És akkor nagyjából olyan 10 óra környékére megvágtam egy videót, nagyon aktív voltam, a kávé véget kicsit még jobban felpörgetett, és akkor nagyon aktívan töltöm én általában a reggeli órákat, de így még jobban. És 10 óra környékén pedig jöhet a reggeli, ami nekem tényleg. Baromira nehéz, viszont nem szoktam ilyen hatalmas nagy dolgokat csinálni. Általában műzli, mert azt a legegyszerűbb. Én nekem nincs kedvem reggel 10kor, amikor baromi aktív vagyok és dolgozni akarok, nincs kedvem nekem ott sütögetni, meg kenegetni, meg mit tudom én. Műzli, az szevasz. És ilyenkor vettem észre azt, hogy anyád. Tehát, reggel felkeltem, egyből felkeltem, ittam egy pohár vizet, kicsit TRX-esztem, Uh, ittam kávét, ittam vizet, jól érzem magam, mert nyújtottam, stb. És 10 uh, óráig már meg is kajálok. Nagyjából. És ez öt dolog, amit csináltam nagyjából reggel tízig. Na most eddig mi volt? Kikeltem az ágyból, fél óra, egy óra instagramozás, poárvíz, kávéhívás. Tehát azért az ötöt az lehet, hogy nagyjából ugyanannyi, de egészen más érzés. És akkor ilyen egy óra, két óra környékén jöhet az ebéd, na most ez főként otthon úgy zajlott, hogy akkor rendelünk valamit, és nem hamburgert, szintén nem hamburgert, hanem ö, az előbb említett dolgokból valamit, tehát mondjuk egy gyrózt, ö, volt rántott hagymakarikák, és voltak, úristen, azt nagyon szeretem. Úgyhogy hasonló dolgokat Kell elképzelni. Nagyon szeretem a sajtot. Nagyon. És tudom, hogy nem nagyon kéne enni, de imádom. Úgyhogy, hát ez szokott a legsűrűbben előfordulni. De egyébként érdemes körbenézni Fudorán, úgy normálisan, és akkor uh, megnyílik a paletta. Egyre több dolgot tudsz uh, vásárolni. És persze lehet mondani, hogy uh, hát ez azért nem egy nagy dolog, mert ezt nagyjából bárki meg tudja csinálni, és semmit nem érsz vele fitness videókban nem ezt láttam. Én azt gondolom, hogy mindig magadhoz képest kell nézni azt, hogy te hol tartasz, te hogyan, mit csinálsz. Én, hogyha mondjuk egy hamburgert ettem régebben ebédre, most csak mondtam valamit, nyilván nem mindig, de viszonylag sokszor, akkor ahhoz képest a mostani uh, normálisabb kaják már egy hatalmas nagy előrelépés. És ugyanúgy nézzük az edzést is. Én eddig, hát mostanság nem mozogtam kb. semmit, és ahhoz képest az, hogy naponta mondjuk egyszer TRX-ezek, talán kicsit futó, googolok, stb. Mondjuk azt, hogy napi egy órát edzek, a nullához képest az nagyon-nagyon-nagyon sok. Tehát nem lehet azt csinálni, hogy megnézel egy fitness videót, és akkor na, én innentől így fogom csinálni, nem fogod így csinálni. Ha igen, az az nagyon ritka, és szerintem nem is élhető, hogy te abban a pillanatban váltsál szénhidrát csökkentett, ilyen olyan amolyanra. Aztán ilyen 6-7 környékén, ugye 6 után nem kéne hivatalosan enni, de hát ez mindig elcsúszik 6 órakor akkor én még itt ülök a gépnél. Tehát ilyen 7 környékén inkább jöhet a vacsora, ami Hát um, Görögországban egy nagyon-nagyon-nagyon komoly vacsoránk volt. Uh, caciki szósz, ilyen igazi görög caciki szósz. Ahhoz kaptunk uh, pirított kenyeret, és az ilyen, ilyen tukmálós, de nagyon jó. Szóval ez az egyik, ami jó, és viszonylag könnyű kaja. Ezen felül természetesen előfordult az is, hogy uh, hát, uh, rendeltem ételt, de általában azért a vacsorát azt ilyen szendvics teszik ki, vagy valami ilyesmi lazább kaja hogy normálisan tudjak aludni. És akkor persze van olyan nap is, amikor kicsit hátrébb csúszik mondjuk 8-9-re a kajálás, az azért van, mert mondjuk délelőtt kevesebbet tudtam mozogni, mert tényleg sok dolgom volt, akkor viszont délután még ilyen hat környékén elmegyek egyet kocogni, futni, ami kicsit intenzívebb, Um, vagy például lépcsőzők, otthon például inkább lépcsőztem, mert uh, ott a lakótelepen azért uh, futkározni annyira nem volt nagy élmény, úgyhogy uh, ott inkább a lépcsőzés ment ezerrel. Arról, hogy ez a fajta életmód hogyan válik be uh, szerintem évvégére? Készül majd egy videó, ahol hasonlóan fogjátok látni a különbséget, mint régebben volt egy Instagram posztom, amikor elkezdtem edzeni a semmiből, és azt gondolom, hogy ott is jelentősen látszotta az eredmény, számomra legalábbis nagyon. Persze nem lettem testépítő, nem is ez volt a cél. Szóval, hogy valami ilyesmit szeretnék nektek most év évvégére összehozni, úgyhogy hát e, meglátjuk. De egy biztos, rácok, és ezt remélem sokan megfogadjátok, mert szoktatok írni, hogy tök motivállak titeket, 16 órát vagyunk nagyjából ébren egy nap. Nagyjából. Na most abból összességében rászállni egy órát arra, testileg is jól érezd magad, és egészségesebben élj valamelyest, az szerintem édes kevés. Tehát... E, nem tűnik fel, annyira nem nagy áldozat egy órát, tényleg akkor óránként csak ha 10 percet is, akkor is már túltoltad, érted? Szóval ennyit azt gondolom, hogy lehet tenni az egészségért. Szóval köszönöm szépen, hogy itt voltatok ebben a videóban, remélem, hogy azért tetszett, igyekszem majd akkor jönni az eredményekkel, úgyhogy nyilván a leírásban megtaláljátok a foodórát, hogyha szeretnétek valamit rendelni, vásárolni. Köszi szépen, hogy itt voltatok, hello, hello, szevasztok!